Jó estét kívánok, kedves közönségünk, kedves barátaink. Szeretettel üdvözlök mindenkit a művészetelméleti tagozat Keddi Kaleidoszkop című beszélgetés sorozatának az ötödik évadján a tavaszi fél évben. Ezt a fél évet a magyar-olasz kulturális kapcsolatoknak szenteljük. Négy beszélgetés lesz. Jelen van Solymosi Itali Műkei és zenetörténész, a mi tagozatunk tagozatvezetője őt is tiszteltel üdvözlöm. És természetesen a vendégeinket megkülönböztetett tisztelettel, Puskás István Éldom történészt, a Római Magyar Akadémia volt igazgatóját, Debrecen jelen, jelenlegi kultúrás alapprogrammesterét, és Andrédez Gábor történészt, aki beszélgetni fog vele. Puskás István, aki másfél hónappal ezelőtt még annyi sincs tért haza Rómából, kulturális diplomáciai kiküldetéséből, a reneszánsz irodalom és kultúrtörténet történet az egyik szakterülete, de a modern kortás olasz irodalom és kultúra a másik szakterülete, ezen belül pedig eh, kiemelten Pierre Paolo Pazolini irodalmi életműsorozatának és a sorozat köteteinek eh, szerkesztője, amely a Kaligram kiadónál jelenik meg. Hadd eh, olvasak föl egy mondatot Buskás Istvántól, ami pompásan szemlélteti az ő felfogását úgy, irodalmi téren, mint a kultúrás diplomácia terén. Egy interjúban ezt mondott az István, a fordítói munka egyik legfontosabb személyes tanulsága, hogy az ember sorról sorra, sőt szóról szóra szembesül saját nyelvének, kultúrájának határaival. Igen, intenzíven kell nem csak a kiindulási szöveg mögött álló háttérrel, hanem a befogadó nyelv és kultúra alapvető kérdéseivel és aprócska, de mégis jelentős elemeivel szembesülnie. Hát pontosan ez történik ugye a kultúrás diplomáciában is, hogy a saját portékánkat, a saját kultúránkat visszük az idegen országba, de pontosan kell ismerni mind a két vonatkozást, otthon kell lennünk a befogadó ország kultúrájában, nyelvében, és természetesen a sajátunkében is. Andrej Gáborról hadd mondja két mondatot, aki történész, és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának kutatója jelenleg. Eh, eh, PHD fokozatát a magyar-olasz kapcsolatok története 1956-tól 89-ig témában szerezte, tehát látszik, hogy a 20. század második, ebből is látszik, hogy a 20. század második fele olasz és magyar történelmének a kapcsolat a történetnek a szakembere. Ezen kívül az, a 20. századi olasz ország történetével és az, ezen belül speciálisan az olasz fasizmus történetével is foglalkozik, Ebben a hónapban jelenik meg Giulio Andreotti olasz politikusról írott monográfiája. Köszönjük szépen, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon köszönöm a lehetőséget, mert nagy öröm Istvánnal beszélgetnem. És ezt nem csak azért mondom, mert az ilyen jellegű beszélgetéseknél el szokták mondani, hogy nagy öröm beszélgetni itt a beszélgetőtársal. Valóban örülök ennek, nagyon örülök ennek a, ennek a lehetőségnek, mert én is csináltam egy, egy rövid kis összegzést Istvánról, egy igazi reneszánsz emberről ül mellettem, és egy reneszánsz emberrel fogok most beszélgetni vagy az elkövetkezőkben. Ugye Puskás István a Debreceni Egyetemen végzett magyar történelem, ezt például én nem tudtam rólad, és olasz nyelv és irodalom szakon. 96-ban kaptad meg a magyar történelem diplomát, és 98-ban végeztél a az olasz és olasz nyelvirodalom szakon italienista műfordító egyetemi docens az olasz udvari kultúra és irodalom a magyar és kortárs olasz irodalom és kultúra az underground ö, szakavatot ismerője valamint az olasz magyar kapcsolat történet kutatója tanítottál magyar nyelvet a debreceni ö, nyári egyetemen kultúrdiplomata vagy ö, a 2007-es Debreceni Leonardo tárlat megvalósításában aktívan közreműködtél, a Velencei Biennálé magyar részvételének koordinálója voltál öt esztendeig, a Római Magyar Akadémiának voltál az igazgatója, és 2020, ugye, ahogy a felvezetőben is hallottuk, 2020. január 1-től Debrecen város kultúráért felelős alpolgármestere vagy, és engedjenek meg egy saját élményt, tényleg nagyon régóta ismerjük egymást. Több mint tíz évvel ezelőtt találkoztunk Triestben, nem ismertük egymást, egy konferenciára mentünk, és valahogy teljesen véletlenül szólítottuk meg egymást. Ez számomra egy, ez a találkozás nagyon megnyugtató volt. Beültünk a James Joyce-ról elnevezett kávéházban, és ott elkezdtünk beszélgetni. Megnyugtató volt, mert akkor született meg a lányom, akkor hát nagyon nem akaródzott nekem Trieszben, egy ismeretlen városban konferenciára mennem, és emlékszem, hogy beültünk, elkezdtünk kávézni, és akkor elkezdtünk a gyerekekről és a, a családfőségről beszélni, és ez egy ilyen megnyugtató élmény volt a számomra. Szeretnék, nem Istvántól, hanem Istvánról egy mondatot elmondani, illetve idézni. Amit megmondom őszintén, olaszosként nagyon iridlek, hogy Puskás István hivatása Olaszország. Amikor ott van, fürkészi, amikor pedig itt, beszél és ír róla. Magyarázza, magyarítja. És szeretném megkérni a technikus kollégát, hogy egy bejátszást szeretnék önöknek megmutatni. Ez a videó számomra is uh, új. Uh, ahogy a beszélgetésre készültem, teljesen véletlenül uh, találtam meg ezt a videót, és uh, hát uh, annyit azért el kell mondanom, hogy uh, természetesen nyomoztam. Tehát a történet úgy szól, hogy 1990. decemberében vagyunk, és uh, megalakul Debrecenben egy uh, különleges nevet viselő, industriál metal stílusú zenét játszó együttes, amelynek te voltál a frontembere. Az együttes neve, szint, hogy mondom, különleges, Red Marinetti, erről is esetleg szót ejthetnénk. És nagyon különleges tényleg, mert ugye felpestülő underground zenei életben olaszul, olasz nyelven énekelni egy Red, Red Marinetti nevű együttesben, ráadásul industriál metal stílust játszani. Úgy gondolom, hogy megér néhány mondatot, sőt talán többet is. Szeretném sokszor fogom mondani a beszélgetés közben, hogy olaszosként ez nekem különösen tetszik, különösen tetszik. Most fogom mondani először, tehát amikor én beszélgettem, nyomoztam a beszélgetésre készülővel, én Felhívtam az együttesnek, az egykori együttesnek a basszusgitárosát, Pócz Zoltánt, aki a következőt mondta, hogy egykori frontemberünk, Puskás István, a Római Magyar Akadémia vezetője már a Red Marinetti-ben is inkább csak olaszul akart énekelni, ami kétségkívül unikálisá tette az együttest. Mennyire tett benneteket unikálisá az olasz nyelv, és, és, hogyan választottátok ezt a furcsa nevet, hogy Red Marinetti? No, most szólalak meg először úgy, hogy én is jó estét kívánok mindenkinek. Erre szokták ugye mondani, hogy az internet nem felejt az emberre. A YouTube-nak köszönhetően nem tudom múltja elől menekülni. és őriz, hogy meneküljek egyébként előle, mert gondolom mindannyiunk életében a 18-19-20-as évek azok, azok Kedves, kedves időszakok, és nekem ugye tényleg megadatott az, vagy hát ugye úgy hozta az élet, hogy pontosan a rendszerváltás környékén restek ezek az éveim, ugye ha már a 30 éve szabadon emlékezetnek a kellős közepén vagyunk, az én személyes emlékezetem nagyon erősen egybeesik a, ugye a rendszerváltás időszakával, egy olyan kulturális... Horizont nyitással, ami, ami uh, akkor elementáris erővel uh, érintett meg minket. Um, ennek az egyik része volt az, hogy a 80-as évek második felétől nagyon intenzív impulzusok érték az embert a, a, a határokon túli, a vasfüggönyön túli underground kultúrából is, és ez még az egészen távoli Debrecenig is el, bőven elsugárzott. Uh, többek között nagyon mondjam, nagyon, akkor nagyon jelentéses volt számunkra egy akkor még bőven jugoszláv zenekar, az egyébként még mind a mai napig létező szlovén Lajbach, akik úgy adták a diktatúrának egy nagyon érdekes, kifordított kritikáját, hogy a, hogy a diktatúra nyelvén, a diktatúra eszközeivel, már a kulturális nyelvén és a kulturális eszközeivel nagyon felerősített gesztusokkal tartottak valahogyan görbe tükröt a, a, a késő titúi, meg a titú halála utáni Jugoszláviáról és egyáltalán erről a, erről a kelet-európai abszurd helyzetről, amit, a, amit ugye e, akkorában megéltünk, és hát, de ők ugye aztán ilyen módon valahogyan ilyen egész pokoli profétái is lettek az egész jugoszláv e, tragédiának is. De számunkra ez ugye azért volt egy nagyon inspiratív eszköz, hogy hogyan lehetett valahogyan érvényesen beszélni a 80-as évek e, e, élményéről, amit ugye akkor tényleg a 88-89-90 tájban megéltünk, a, hogy ez még a se nem itt, se nem ott helyzete. E, valahogy az egésznek volt egy felszabadító érzés, hogy volt valamiféle a régi világnak az abszurditása, de és az újnak a szabadsága keveredett valahogyan össze. Össze, és ebben a nyitásban számomra személyesen az olasz érmények nagyon erősek voltak diákcserék Olaszországba, az első ilyen underground közösségekkel is kapcsolatok azok Olaszországon keresztül vezettek. És hát ugye a Marinetti meg az olasz nyelv egyébként végül úgy került Isten igazából képbe, mint Marinetti ugye a, a modernizmusnak, a modernitásnak, a gépi társadalomnak, ugye a futurizmussal együtt a, a, az első művészi megfogalmazója, a, a a, ugye, a, futurizmus mozgalmán keresztül a, a hangköltészetnek egy fontos e, előképe. Ugyanakkor ugye tudjuk róla, hogy a, az első világháború után nagyon erősen elköteleződött egy, egy önkényuralmi rendszer mellett, ugye Mussolini e, fasiszta Itáliája mellett. Úgyhogy számos olyan, olyan elem volt ebben a, a, futurista költészet, ami ugye inkább a hanggal, mint a nyelvnek az értelmével operál, e, Marinetti, mint egy referenciája az ipari társadalomnak egyrészt, másrészt az önkényűrölmi rendszereknek, hogy azért lett Red Marinetti, hogy, hogy valahogyan a, totalitárius rendszereknek az összefonódását valahogy, vagy egybe, egybe érését is meg tudja mutatni. Direkt azért volt az olasz nyelvválasztás egyébként voltak magyar nyelvi dalaink is, mert hogy ez meg egy elidegenítő effektus akart lenni, tehát pontosan a, a pontosan, hogy nem a, tehát pont a közönséget akartuk azzal is még kizökkenteni komfort helyzetekből, hogy, egy szöveg, hogy a szövegben nyelvileg nehezen hozzáférhető helyzetet teremtsünk. Mit szólt az együttes az olaszhoz? Ja, abszolút, ez valahogy úgy, ez így működött a kezdettől fogva. Nem egyedül, az egyik gitáros rác is olaszos volt egyébként, úgyhogy volt egy másik referencia is. Ez, ez, valahogy így épült, ezek az elemek, ezek így épültek össze. Emlékszel, kezdet, kezdet, emlékszel még arra a Perfecto kire amit pozdoli meg tőled. Ezt azért kérdezem, mert a, a, a hírek szerint már akkor is nagyon fontos volt a számotokra, hogy a, a mainstream megjelenéstől, kultúrától markánsan megkülönböztessétek magatokat. Persze, hát ez egyrészt azt gondolom egy életkori sajátosság is. Az ember főleg amikor ugye keresi a helyét a világban, akkor az öltözéken keresztül is definiálja magát, megmutatja magát, valahogy kommunikál valamit a Világról és hát a, ugye az undergroundnak meg ez egy nagyon fontos stiláris eszköze, kifejező eszköze. A, az, hogy olaszul ö, énekeltél, vagy énekeltetek, az ö, egyfajta olasz ö, hát érzékenységet feltételez. És azt szeretném megkérdezni, hogy ez lenne a következő kérdésem, hogy ö, Horváth Györgyné, Ildikó neve, mond -e neked valamit? Hát hogy nem mondaná, persze ő minden Debreceni olaszosnak mond, hiszen a évtizedeken keresztül volt az egyedüli olasz tanár a városnak, én is az ő. Diákjaként kerültem először kapcsolatba az olasz. miért, miért pont az olasz? Hát ez egy, és ezen akár el is gondolkoztam sokat, hogy az életemben többször adódtak olyan helyzetek, amikor a sors, a gondviselés, a szerencse, nem tudom, hogy nevezzem, valahogyan arra felé léptetett. Én, mikor gimnáziumba jelentkeztem, akkor nem olaszul akartam tanulni, sőt, a nyelvválasztó listán az olasz volt az utolsó, de aztán mégis az olaszos csoportba kerültem valamioknál fogva. Azt mondják, hogy ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy különös máig tartó ragaszkodásod van tébetűs olasz városokhoz, Tarántó, illetve Treviso. Ezek trieszt is. És, és trieszt is. Rá. Ezek a, a barátságok, amelyeket ott kötettél, ezek úgy tudom, a mai napig számítanak. Abszolút igen, napig. igen, ezek ezek abszolút élő kapcsolatok minden mai napig. Még egy érdekes, ahogy nyomoztam és, és elmerültem a, a Red Marinetti tulajdonképpen életében és, és fennállásában hogy ez, ez nagyon megfogott, hogy és Púlzoli is ezt kiemelte, hogy formálódott körülöttetek egy egészen markáns irodalmi-kulturális közösség. Lehet, hogy itt számomra összecsúsznak az idősíkok, de Johann barátról szeretném, hogyha beszélnél, illetve az unikumról, illetve pusikumról, uh -huh. pusikávézójáról? Uh -huh. Hát nyilván nem csúsznak össze ezek egy ilyen távlatból, 30 év távlatából már nagyon közeli sztorik az, hogy akkor mondjuk... Értem, nagyon... hogy, hogy melyik volt előbb és... Ja, a... Igen, értem, de végülis ez így egy, egy történésnek a része, vagy egy történetnek a része. Az én olaszországomhoz való viszonyomat nagyon erősen meghatározta egy nagy olvasmányélmény, az utas és hordvilág, amit a, még azelőtt olvastam, mielőtt először Olaszországba jártam volna, és akkor így az Olaszországról való fantáziáit az embernek, vagy meg egyáltalán azt, hogy mi is ez a hely, ez a könyv, ez, ez nagyon erősen meghatároz. Egyébként az is egy olyan sztori, ami azóta is elkísér, tényleg, mind a mai napig. De. Az volt egy ilyen fontos irodalmi inspiráció. Ez a Johan barát történet, ez egyébként innen jön, ugye hát 17-18 évesként mindannyian az utas és hordvilág hatása alatt az Ulpiusokat játszottuk. Tényleg nekünk is meg volt a mi kis Ulpiusz közösségünk, tehát ez a, ez a, zenekar, meg a zenekar környéki kis banda, ez, ez bőven több, több volt, mint egy ilyen... Igen, egy rockzene. ez tényleg egy ilyen nagyon erős baráti közösség volt, alkotók közösség volt, csináltunk nagyon sok mindent, kerestük a helyüket a világba, kerestük az utakat, módokat, hogy hogyan hogyan mondjuk el magunkat, meg hogyan mondjuk el azt, hogy mit gondolunk a világra, ráadásul ugye ezt egy ilyen eh, nagyon izgalmas időszakban, 88-89-91 környékén, úgyhogy tényleg ez egy ilyen eh, szerepjátszós, eh, mindenféle kifejezési formákkal operáló e, történet volt. Nem csak zenekarunk volt, hanem voltak kis kiadványaink, ilyen fenzinjeink, ugye ezek ilyen kézileg írott, fénymásolóval sokszorosított e, kiadványok voltunk ezzel. Ennek volt egy sajátos szubkultúra, Magyarországon, külföldön ezek a kiadványok egy cirkuláltak postai úton e, emberek között. Ez egy ilyen Kicsit a, hát a szamizdatnak volt valamilyen módon egy ilyen távoli rokona, de hogy nem annyira, vagy nem politizáló, vagy nem ilyen módon ellenkulturális, de mégis azért a, a, a hivatalos kultúrán kívül helyezkedni akaróknak volt egy, volt egy ilyen kommunikációs formája. A mail art, ezekben is próbálkoztunk otthon valahogyan dolgozgatunk, és aztán, hogy kinek merre vezettek az útja, ugye Pózs Zoli, utána azért generációjának egy egy ismert szerzője lett, több regénye van, több verses kötete van, ő a, a Tére Jánossal volt nagy barátságban, és mind a mai napig aktív szerző, egyébként újságíróként pedig a 061 nemű kultúrás portának a főszerkesztője most. Említetted a, a, a politikát, a, a, a ti underground tevékenységetek ezekben az években már átcsúszott a politika szűrőjén, vagy uh, volt még uh, enyhe, de azért a retorzió. Tehát uh, abszolút uh, a hivatalos mainstream uh, kultúrával uh, jobban voltatok, tehát uh, nem foglalkozott már veletek, vagy, vagy vé, még volt valami uh, problémátok? Hát a probléma az egy-egy ilyen fülesbe belecsúszás volt szó szerint, tehát egy, egyszer-kétszer rendőrökkel találkozva. Egy-egy fülest éppen, éppen sikerült abszolválnunk, de de egyébként igazából azt, hogy, hogy ez már tényleg hogy a, a rendszer válta. Fü fülesre, hogy ez már lecsengés volt. <laughs> Csengett a fülünk, igen. <laughs> azt említette még egy fontos, Zoli még egy fontos összetevőként, hogy a te irodalmi vénádra nagyon nagy hatással volt az, hogy míg a Red Marinetti Együttes a pincében, vagy az alaksorban próbált, addig a szüleide éttermében irodalmi találkozó volt Krasznahorkai Horkai László részvételével. Uh -huh. Igen, így írunk, hogy az usi unikum pusikum történethez egy kicsit. Valóban a rengeteg minden, vagy a sokféle ügy mellett, amivel mi akkor próbálkoztuk a helyünket megkeresni, világban elkezdtünk e, irodalmi esteket is szervezni, ugye? Mm. E, nekünk volt... Hát a családi gyökereink, a családi vállalkozásunk az a vendéglátásnak a világa. E, édesapám volt annak idején Debrecennek az első magánvállalkozója a 80-as évek közepétől kezdve, és a... hát a... E, <laughs> hogy mondjam, számára ez a kultúra nem volt különösebben közelít, de hát a... a csemetéjét azt méltányolta annyira, hogy, hogy helyet adott a mi mindenféle őrületeinknek. Például így a pincében próbálhattunk vasárnap délelőtt, amikor persze még nem voltak, nem voltak vendégek. Illetve csendesebb hétköznap estéken pedig e, ilyen irodalmi esteket szervezhetünk, ami hogy akkor <kül> nem tűnt olyan nagy e, történésnek, de egy utólag visszagondolva, ezért, és ennek aztán többször is rugaszkodtunk egészen 2000-ig több ilyen irodalmi es sorozat e, nek a gazdája voltam Debrecenben, jobban belegondolva tényleg az akkori kortárs irodalom színe javát sikerült Debrecenbe akkor el, elhoznunk a... Igen. 93, egy, megint egy fontos időpont az, az, életedben, az első között nyersz felvételt az akkor induló olasz szakra Debrecenben, és Elkezded az olasz tanulmányaidat. 94, megint talán még ennél is fontosabb, hogy kiegészítsük a tébetűs városokat egy erbetűs várossal. Egy uh, hosszú ösztöndíjat nyersz uh, Rómába. Milyen volt 20 uh, uh, pár évesen kikerülni hosszú időre Rómába, egy olyan városba, ami tudom, hogy később is fontos lesz, uh, lesz a számodra? Gondolok a street art-ra például. Meg egyáltalán. Meg egyáltalán, igen. a Róma, úgyhogy így igen. van. Az Olasz egy mondatban azért mégiscsak hadd mutassam meg picit részletesebben, mert ez egy nagyon, és a rendszerváltással összefüggő történet. Ugye 1948-ig volt Debrecenben szék a két háború között alapították, és 48-ban a központi akarat megszüntette. És ilyen módon a 93-as nyitás az újra nyitás volt, újra alapítása új volt, vagy, vagy újra nyitása az olasz tanszéknek. Tehát volt egy komoly múltja, a 30-as, 40-es években még kifejezetten komoly műhely uh, élt a uh, Debrecen olasz uh, tanszéken, egy 50-es években nagyon fontossá váró olasz ir kritikus Gaetano Tombatore kezdte ott a munkáját. Uh, karrierjét. És ugye 93-ban ilyen, ilyen e, múlt után nyílt újra az olasz Tanszék. és valóban az első erasmusos generációval, vagy az első erasmusos körben jutottam ki 94-ben e, Rómába. Ugye ez még akkor tényleg egy nagyon friss dolog volt. Először kelet-európai fiataloknak, magyar fiataloknak először nyílt arra lehetőség, hogy, 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 hogy nyugati egyetemeken ilyen formában tanulmányokat folytassanak és mindenféle megint csak szerencsés véletleneknek egy köszönhetően, amit van itt most nem mennék a részletekbe, de a lényeg a lényeg, hogy 94. januárjában így van a két sporttáskámmal megálltam a Via Giuliana a Palota nagy szürke kapujánál. Pontosan úgy január 8-án, mint ahogy aztán 2017. január 8-án meg megjelkeztem az új missziómra, a, én már az intézmény vezetőjeként, úgyhogy ez nekem egy ilyen fontos kör, hogy hogy élt ez a, ez a történet aztán össze. Hozzáteszem, hogy nem sokat időztem akkor az akadémián, mert én úgy gondoltam, hogy nem a minden tisztelet az ott lakó magyar ösztöndíjasoknak, de, de én Olaszországot akarom megismerni, úgyhogy kerestem gyorsan egy albérletet, és kiköltöztem egy külvárosba két kalábriai fiú mellé, és ott töltöttem aztán hat hónapot. A hat hónapot töltöttél ott, és akkor utána hazajöttél, elvégezted a az olasz szakot, és akkor ez most már a sokadik váltás, átkerültél először megbízott oktatóként, majd, majd állandó, tehát fix állásba, a barikád másik oldalára, és oktató, egyetemi oktató tanár lettél. A Mark professzorból szeretnék idézni. Nagyon jó tanár. Nagyon rendes tanár, az előadós módja különösen tetszik, a vizsgán rendes, és segít is sokat. És a következő, ami számomra, nekem ez tetszik a legjobban, öröki fiú, modern ember, kedves, tájékozott, jó tanár. Oktató voltál ö, Olaszországi egyetemeken is, Udinében, Peszkárában, Nápolyban, az Orientálén, ott. Ö, az, a, az oktatási intézmény nekem is nagyon sokat mond, én is ott fél évet eltöltöttem, és ha jól emlékszem, színóban is. Meg Katániában. Meg Katániában. Miben látod a különbséget a magyar és a, az olasz egyetemista fiatalok között, vagy ha van egy egyáltalán különbség, vagy miben hasonlítanak? Hm, ez jó kérdés. Amikor 94-ben hallgatóként kint voltam, és akkor vártam a vizsgán a soromat, és mellettem meg olasz srácok készültek éppen vizsgára, valami világirodon vizsgára, és ott töprengtek, hogy Shakespeare melyik században is élt a 17 be vagy a 18 -ban. akkor úgy, hogy mondjam, hogy kihúztam magam, hogy na bezzeg a magyar felsőoktatás. Nem akarva de álló megjegyzéseket tenni, de sajnos az, a, az, a, az, az érzésem lett aztán később oktatóként, hogy gyorsan utána, vagy utolértük a, a, az olasz a, a színvonalat. Azt hiszem értem, <laughs> hogy mire gondolsz. De szerintem, aki most felsőoktatásban bölcsészkaron oktat, annak meg lehet az a tapasztalata, hogy a bölcsész tudás az sajnos egyre kevésbé, illetve a múlttal, az emlékezettel, a kulturális emlékezett az egy egyre kevésbé működő tudás ma, nálunk is, hogy egyre kisebb a jelentőség, a fontosság. Egyre nehezebb meggyőzni a hallgatókat arról, hogy van értelme reneszánszirodalom, udvari kultúráról, barokról, lovagregényekről, nem tudom mi mindenről beszélni. Nyilván, ugye mi még egy más egyetemi világban üttünk fel, mi még ott mi számunkra ugye az egyetemre bejutni pontrendszer, felvétel, stb. Az, az egy komoly szelekció volt, volt sokkal, azt gondolom, sokkal nagyobb rangja, a presztízse, a társadalmi presztízse is a felsőoktatásnak, mint ma. E, ilyen értelemben is, ugye utána még következett a bolonyai rendszernek az egységesítő e, folyamata, e, ilyen értelemben azt gondolom, hogy ma már sokkal közelebb van egymáshoz a, a nem csak akár műveltségében, hanem ügyében, mentalitásában, társadalmi pozíciójában a, a mondjuk az a felsőoktatás és azon belül is a bölcsész stúdióknak az oktatása a két országban. 2005-ben aztán megszerezted a PhD fokozatot, és az egyetemi karrier mellett, erről csak itt szörventén beszéltünk, hogy komoly kulturális, magyar-olasz relációban komoly kulturális feladataid lettek, Velencei Biennálé magyar részvétel. Ekkoriban már megérintett a kulturális diplomácia? Tehát ez egyfajta ilyen predestináció volt a későbbi római irányban? Szerintem ez még tényleg még valahol itt a zenekarosdi idejébe megy vissza, amikor a, éppen így a keresve a nyugati kapcsolatokat, vagy külföldi kapcsolatokat elkezdtünk olasz közösségek felé is keresgetni, és mondjuk 90 őszén sikerült megszervezni egy hasonló olasz zenekarnak egy, egy magyarországi turnit, és akkor együtt becsavarogtuk velük a Petőfi csarnoktól, Baks házá ez ég, volt az a Paks művelődési az F.A.R. nevezetű társaság igen az országot szóval az hogy kult, amit Miklós idézett itt valóban a kulturális közvetítésnek a helyzet a két kultúra közötti átjárása folyamatos értelmezés hogyha ekként tekintünk a kulturális diplomáciára mint kulturális közvetítésre akkor tulajdonképpen ez 90 óta folyamatosan jelen van. 90-es évek óta Debreceniként nagyon sokat dolgoztam a Budapesti Olasz Intézettel. Uh, rengeteg programot hoztunk Debrecenbe, az Olasz Intézeten keresztül például. Úgyhogy ez így fokozatosan mindig-mindig valami, jött mindig egy újabb lehetőség, ez, amit mondtam, hogy sors, vagy gondviselés, vagy uh, nem tudom, hogy nevezzem, mindig-mindig hozott olyan lehetőségeket, amik mindig valahogyan az olasz kultúra környékén tartottak, illetve mindig gondoskodtak arról, hogy ez a folyamatos jövés-menés a két kultúra a között, ez a minden napok a, része a legyen. A Biennale évei, azok már, Gyakorlatilag ott már az Isten sem mentett meg, hogy a kultúrdiplomácia területén haladj tovább. Én így gondolom, de aztán, hogyha tévedek, akkor... Hát az már, nyilv... az már persze, az mm. már egy nagyon ilyen helyzet volt. Ugye a, a, talán mondhatjuk azt, hogy a világ legfontosabb a, a képzőművészeti... A, nemzetközi fórumán, legalábbis a legnagyobb tekintélyű, legnagyobb hagyományokkal rendelkező ilyen fórumon, ahol ugye a nemzeti kultúráknak, a nemzeti művészeteknek van egy kiemelt és hagyományos ugye több mint száz éves bemutatkozási múltja, annak a részesévé lenni, az tényleg maga a kulturális diplomácia, hiszen ugye ez egy olyan rangú esemény, ami nyugodtan mondhatjuk azt, hogy, és ugye az, az viszont már államközi is, Uh, úgyhogy ez tényleg, az tényleg már bőven a kulturális diplomáciának a kategóriája, így van. Játszunk. Most szeretném kérni a képeket, és arra kérnélek, hogy, hogy, hogy mi út eszed, ilyen asszociációs játék, hogy mi út eszed be a következő képekről, és esetleg, hogyha néhány mondatban elmondanád, hogy... Ez az ominózus Red Marinette egyébként, ha valaki nyilván ez egy könnyű felismerni. Uh, mi jut eszembe? Hát erről, ami így hirtelen eszembe jut, azok a frizurák. <gül> Köszönöm. <laughs> Szerbantal, utas és holdvilág, ugye róla már említést tettünk, hogy ez mind a mai napig élő történet tulajdonképpen. Köszönöm, menjünk tovább. Ő Tárántó, a kikötő. Az egyik tévetűs uh -huh. város. Köszönöm szépen. Tárántónak az a jelentőség. Ez István felvételem. Igen, ez, ez, oszt ez pedig osztja hogy uh, most össze. Nem volt véletlen ez az osztiai kép, tehát uh, itt ez a következő. Hát egy, nagy, egy hatalmas nagy élmény és tapasztalat Pazolini Olaj című regényének a lefordítása, amit én követtem el. Ez is és szintén hát, István fényképe. Aztán itt egy uh, sor referencia, ugye ez a Campo dei Fiori Rómában, nem messze a Magyar Akadémiától. A háttérben Giordano Bruno Szobra, akit itt égettek, meg ezen a téren, és Pazolénit ugye itt rabattal fel a temetés előtt, ezen a, ezen a helyen. Itt ugye a szerző. Köszönöm. Tott. Igen, ez, 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 ez igen, ő. Igen, igen, ez, ez, a, ez a fordított beszélgetésnek kellene, hogy részt legyen, hogyha én beszélgetnék Gáborral. Csak hogy milyen. is a... tudni a... kell, hogy simán milyen... ez a beszélgetés fordítva is lesz. Hogy milyen, milyen asszociációs. Tehát Rómában voltál. Voltam e egyszer, a egyszer Róma náció meccsen. Köszönöm. <laughs> Ez Velencei Biennálé hátul Katina nagy akivel szállítottuk piroska. <laughs> Ez pont az egyik olyan, amikor jó, majdnem jól eláztattuk a teljes Biennálé kiállítás anyagot. Hogy Igazából nagyarban. én úgy emlékszem, és ezt még el kell mondanom, hogy, hogy um, um, talán négy-öt éve használom én az Instagram funkciót, és ezt lehet, hogy nem mondtam még István, István képei, Instagram és Facebook bejegyzései, street art fotói rendkívüli hatással voltak rám, hogy én ezeket elkezdtem használni. Emlékszem, hogy egy Sandokán nevű hajós volt, vagy lett volna. A... Hát én, én, ez csak az én. Ja, értem, uh, ez csak az én. Érte, az, az, így van, az, az, így van, az, az, így van. Az, a, tehát nem ez a hivatalos Becce neve, csak én. Ő az, igen, 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 igen. Köszönöm. Hát az olasz kávéról szerintem itt ebben a körben nem kell senkinek se. Ez, igen, köszönöm. Ez pedig már a Magyar Akadémia, és éppen egykori, immár dicső, kollégám, kulturális hatási társam, Hervi Ervinnek a, az adventi dekorációja a bejáratnál. Következő képet szeret. Húha, szégyen az Andreotti. Giulio Andreotti, Andreotti, igen. Igen, igen, igen. Ez ugye Gábor, ő ugye a Gábornak a területe, de hát a Giulio Andreotti akkor meg az Il Divo című film Sorrentino-tól, ami egy zseniális film. Köszönöm. Szerintem Fellini. Fellini, igen, igen, igen. Ez a, amikor megérkezik a Rex. Köszönöm. Csak hogy milyen asszociációs. Hát a ma Rómában, a, hát egyrészt nekünk ez egy családi emlék, mert 850-es fiátja volt egy amikor aglegény volt. A két fiát ma meg ugye Rómában az amerikai turistákat jelenti, amit, amit, akiket ilyen autókkal fuvaroznak. Úgyhogy nekem ma ezek az autók így kiglancolva azt, a, hát azt az őrületet jelentik, amit ma a turizmus Rómára, meg egyáltalán a világra Igen, valószínűleg két élő élőfegy... következő. Ö, István, is, hát... István igen, a igen, 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 Ezt nem tudom, most Rómában valamilyen kiállításon de már most Ugye ez, a, ez egy erős római kritika a jelen pillanatban, ugye a Rómának nagy gondja a szemét helyzet, és erre reflektál a művész. Azt hiszem, hogy még van. Ez a piramis, római piramisnál található nem katolikusok temetője, a Cestius temetője. Amúgy utas és horvilágnak játszódik itt jelenete, ide van eltemetve Shelley és Kitz, és Antonio Gramsci és éppen Janis Kunelisz a, a 20. század második felének kiemelkedő képzőművésze, görög származású dolasz képzőművésze, pazolini, pazolini a sírja, Fent Friuliban, Kazászában, és az édesanyja. Azt hiszem, hogy vége van, ugye? Az... Nem, nem, nem. nem, 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 nem Hogyne? Hogy ne. Hát az az utolsó nagy találkozás, a búcsú tulajdonképpen Rómától december 4-én, az a megtiszteltetés, és megint szerencse, nem tudom, hogy nevezzük, ért minket, hogy a, volt a, a keretében volt szerencsénk a, a, Szentatyával találkozni. Tényleg ez volt a tulajdonképpen Rómától való búcsú, ha úgy tetszik. Ha már szóba hoztad uh, Sorrentino filmjét, ugye ott uh, egy uh, a hetedik miniszterelnökségére készülő André ottit, a miniszterelnökség épületében köszönti úgy a titkárságának a vezetője, hogy azt mondja, hogy miniszterelnök úr, azt hiszem ismerős. És Andreotti maga a rá jellemző fanyar rövid humorával, illetve éles nyelvével azt csak annyit mond, hogy kicsit ismerős. Neked mennyire volt kicsit ismerős a Via Giulia, amikor ott álltál megint a kapuja előtt. Hát valóban kicsit ismerős ez a, szitu, ez a szituáció, ez nagyon sokat foglalkoztatta, mennyire lehet az ember egy idegen kultúrában, a nem saját a hanem az anyanyelvéhez kötődő kultúrában otthon. Már maga az épület, De maga tehát az, épület. Az, az, a, a, az intézet, hmm. tehát a Római Magyar Akadémia, amikor a Via Giulia egyelőtt állt. A... Mondtam, hogy egész 90, sőt, még nyúlik vissza az én történetem a Via giulia mert amikor először jártam Olaszországban, tényleg először tettem a lábam Olaszföld, az 89 tavaszán, amikor egy diákcsere keretében mentünk Tarantóba, akkor megálltunk a Via giulia hogy felvegyünk egy kiállítás anyagot, amit levittünk mi a busszal Tarantóba. hogy ez a, hát akkor rendszerváltás, vasfüggöny már kezdett szakadozni, és akkor mi, mint ilyen furcsa, exotikum a, a szabadság gyermekei turnéztunk ott Tarantóban, egy, egy nagyon furcsa helyzet volt tényleg. egyszerre volt izgalmas, egyszerre volt megszégyenítő, megalázó, ahogy ott kezelt minket az olasz közönség. Ugye mi voltunk azok a, azok a szegény bajba jutott szegény rokonok Európában akiket ugye mi ott most megfogjuk a kezüket babusgatjuk körbe visszük őket a civilizált nyugatba mert szegényeknél még biztos áram sincs a megítélésed... és akkor így és akkor így, akkor jártam először a Via Giuliana a megítélésed szerint ezt sikerült levetkőztetni az olasz publikummal ezt a hát fajta hozzáállást ez nagyon vegyes én nagyon nem úgy érzem hogy igen Ö... De én nem tudom eldönteni, hogy ebben ezek az első saját személyes tapasztalataim vannak ebben, benne, mert tényleg számos ilyen apró epizódot tudnék mesélni arról, hogy milyen volt mondjuk a 80-as, -90 90-es években magyarnak lenni, akár mondjuk ösztöndíjasként, mikor rácsapják az ember a telefont a életkeresés közben, hogy ilyen barbárokat nem fogadunk be a lakásba. Vagy éppen a az embernek a testvéré települőtérről vissza akarják fordítani, mert ha lánykét jön egyedül uh -huh. Rómába, akkor csak prostituált lehet és takarodjon haza. Uh -huh. És 5-6 órát ott vallatják, meg uh -huh. ilyesmi, mire aztán nagy nehezen kiengedik. Csak az élme magyar. Tehát nyilván vannak ilyen nagyon erős személyes élmények, ugyanakkor a mondjuk a, a diákjaim, akikkel ugye az utóbbi 15-20 évben találkozom az egyetemen, nagyon nem ezt az élményt mondják. Tehát számukra már Számukra már úgy tűnik, hogy ők már a, a, abszolút a, annak a világnak a részesei. Mennyire ö, lehetett ö, ö, az, az igazgatóságod alatt kultúra diplomataként, ö, hogy ez mondjuk egy ilyen nagyon erős negatív sztereotípia, egy rossz beidegződés, de mondjuk vannak pozitív ö, mondjuk így beidegződések, tehát hogy a a kulturális diplomáciának ilyen pozitív puszta gulyás, képek ellen fel kell lépni, vagy, vagy okosan kell ezeket használni? Azt gondolom, hogy okosan kell használni. Nyilván ezek a sztereotípiák, ezek fordítva is megvannak, ugye nekünk is van az olaszokról, meg minden népről egy sor, sor amik nem feltétlenül pozitívak vagy ha pozitívak, akkor ilyen nagyon erősen leegyszerűsítők, vagy általánosítók. hát um, ettől sztereotípják. Tehát szerintem ezeket okosan lehet használni. Az a fontos, hogy ne álljunk meg, sőt az a kulturális diplomáciának szerintem az egyik fontos kihívása, hogy próbáljuk meg ezeket árnyalni, próbáljuk meg megmutatni az adott közegben, ahol éppen dolgozunk az ott élők számára, hogy, hogy azért mi nem csak ennyik vagyunk, messze nem ennyik vagyunk, hanem, mennyi minden más izgalmas, érdekes dolog van Magyarországon, nem csak a gulyás meg a, a, a meg a szép lányok. Azt, azt mondtad, hogy mennyi minden izgalmas más érdekes dolog van Magyarországon, és ez lett volna következő, vagy ez a következő kérdésem. Az utóbbi hónapokban, utóbbi években Budapest szerepe a, a turizmusban egyre erősödik, halljuk a, a jobbnál jobb híreket, hogy kulturális szempontból, turist, turisztikai szempontból egy nagyon fontos destináció, de nekem nagyon tetszett egészen elkötelezett Budapestiként az a filozófia, amit, amit képviseltél igazgatóként, hogy nagyon-nagyon törekedtetek arra, vagy törekedtek arra, hogy a Budapesten kívüli Magyarország kulturális élete is megjelenjék az olasz kulturális palettán. Biztos, hogy a debreceniség is benne van, tehát nyilván ez, az, hogy én is egy olyan részéről jövök az országnak, ami szerintem jogba, joggal büszke a kulturális hagyományaira, meg akár a jelenére is. És hát tényleg ez egy nagyon fontos sztereotípia Magyarországgal kapcsolatban, hogy az olasz tekintet az, az Budapestig ér el, csak Budapestig pásztáz, esetleg még a Balatont valahogyan, valahogyan megtalálja. De így van, az, az egyik fontos feladatomnak gondoltam, hogy megmutassuk még azt a, azt a, sokszínűséget, ami, ami ebben az országban, sőt ebben a nemzetben, mert a határainkon túli magyar kultúrával is foglalkoztunk lehetőségeink szerint. Megmutassuk így például nekem, egy személy szerint is egy nagy élmény volt a, mondjuk azt, hogy lehetőség nyílt arra, hogy a kárpátaljai e, magyar közösséget meg tudtuk mutatni Rómában. Azt a nagyon nehéz helyzetet és azt a, azokat a nagyon fontos kulturális eredményeket, amik mind a mai napig, vagy éppen akár pontosan ma is e, mondjuk Beregszászon, Kárpátalján születnek. Kulturális diplomataként hogyan értékeled, Milyen a véleményed, hogy mi a szerepe a Via Giuliának a az olaszországi kulturális életben, ten, természetesen ugye a Római Magyar Akadémia, ahogy többször is mondtad a, az interjúban, Magyarország kirakata kulturális megjelenítője. Inkább egy ilyen kulturális ernyőszervezet, vagy, vagy igazából csápjaival mindenhol ott van, vagy inkább az legyen a, lenne a cél, hogy mindenhol ott legyen Nápolytól egészen Triestig? Valóban igyekeztünk jelen lenni lehetőleg nyilván lehetőségeink, erőforrásaink szerint minél több helyen Olaszországban. Az olasz-magyar és kapcsolatok hál' Istennek virágoznak az akadémia nélkül is, azt kell, mondjuk. Nagyon élénk, sok évszázados, ezer szállal összefűződő kapcsolat ez. De nyilván nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen reprezentatív hely, tényleg egy olyan, egy olyan embléma, ami megjeleníti a magyar kultúrát, Olaszországban, és az, hogy ez a, Via Giulia, a Via giulia található falkoni éri palota, ez egy egészen különleges lehetőség, hiszen Rómában talán három-négy másik nemzetnek van ilyen presztízsű épülete kulturális intézetként a városban. Tehát már önmaga az épület egy olyan súlyt Ad, vagy egy, és egy olyan lehetőséget kínál a, a reprezentációra, hogy ha uh, engem, az egészen, engem, és engem, ugye a ráadásul, bocsánat, csak annyi, engem, hogy a, a magyar Kulturális intézetek közül is messze a leg, uh, legreprezentatívabb. Ha engem kérdezett, kérdezett, biztos, hogy az egyik a francia intézet uh, uh, fönt a. A Villa a, Medici, a, a, igen. Per, igen. Uh, említetted a nemzeteket. Az akadémiának uh, mennyire kell beszállni abba a, irtózatosan, természetesen irtózatos, ezt idézőzelben mondom, hatalmas kulturális kínálat okozta versenyben, vagy ebbe a, ebbe a versenyfutásba, a, mondjuk így a nagy nemzetekkel, tehát mondjuk az, a, az, a francia, a német, az osztrák, az angol a kulturális intézetekkel, vagy az akadémiának nem is, nem is ez a feladata. Tehát mennyire, mennyire kell, hogy bírja a versenyt, vagy, vagy ez nem egy versenyfutás? Um, valamennyire én úgy fogtam fel, hogy ez egy egészséges konkurencia, tényleg ugye együttfutás e, a társintézetekkel. Róma, tegyük hozzá, hogy egy nagyon sajátos kontextus, hiszen maga a kulturális reprezentáció az, hogy idegen kultúrák, idegen népek egy másik országban megmutatják magukat, kulturális, diplomáciai, e, képviseletet tartanak fenn, ez Rómában születik meg, ugye az előbb emlegetett Villa Medici, egész pontosan a francia e, e, intézet Rómában 352 éves, azt hiszem, 353 éves, nap, a napkirály alapította. E, és ugye a 19. század második fele óta pedig minden mondjuk nyugati kultúrnemzet kutya kötelességének tartja, hogy Rómában ilyen e, reprezentatív helyet tartson fent. Egyszer voltam egy e, gyűlésen, az olasz kultusminisztériumban, ott 40 valahány intézet volt jelen, és nem volt ott mindenki. Szerintem nincs még egy, még egy helye a világnak, ahol ennyi kultúrás intézet működne, mint Rómában. Mert hogy ugye Róma a kaputmundi, a keresztény, európai identitásunknak, az antikvitásnak a központja. Az, hogy ott oda betegyük magunkat, és ilyen módon Róma részesévé legyünk, és egy ilyen módon egy 2000, több mint 2000 éves történetet írjunk mi is tovább, magyarként, angolként, lengyelként, németként, franciaként, és persze az ott megszerezhető tudást hazahozzuk. Ez egy, nagyon-nagyon ez fontos szituáció. visszatérve a kérdése, én úgy próbáltam meg versenyezni, hogy tudtam azt, hogy hol vannak a határaink. Tehát nyilván egy francia intézettel nem tudjuk felvenni a versenyt, ahol dolgoznak 50 valahányan, és van 10 valahány ösztöndíjas, 5400 eurós ösztöndíj, havi és mondjuk egy kiállításra elköltenek annyit, mint nálunk három év teljes szakmai költségvetése, világsztárokat hoznak állandóan, és olyan háromnapos nyári fesztivált szerveznek a, a, a Villamedics udvarán, hogy nálunk egy sziget fesztivál közepes színpad költségvetése körülbelül. Szóval nyilván ezzel nem lehet ezzel nem lehet konkurálni. Mi úgy próbáltunk meg uh, valahogyan ebben a térben manőverezni, hogy megpróbáltunk izgalmasak, újszerűek, lenne olyan, olyan dolgokat megmutatni, amit nem vártak a magyaroktól. Azt mondtad, hogy világsztárokat hoznak. az akadémiának a programjait egyébként most azt szeretnék néhány, néhányat felsorolni, de hát képzőművészeti tárlatok, irodalmi este, koncertek, énekverseny, tudományos konferenciák, filmvetítés, táncház, fotókiállítás, a legkülönbözőbb témában magyar nyelvtanfolyamok, Veránó temetőjének is a magyar vonatkozású sírjainak a, a felújítása, megemlékezések, híres, méltó megemlékezések Márairól, Szabó Magdáról. az egészen, egészen, hatalmas és széles paletta, palettában a három év alatt kik voltak azok, ugye a világsztárokat említettek, akiket nagyon-nagyon szeretett az olasz közönség, és vissza, jártak, visszatapsolták őket szinte, mert annyira közkedveltek voltak. Hát ugye, ha személyesen nem is lehetett jelen, de például, ha már Szabó Magdánál tartottunk, Szabó Magda egy ilyen, abszolút egy ilyen történet volt. Igaz, hogy ugye ő már nem lehetett jelen, de hogy az ő olasz irodalmi jelenlét, olasz irodalom életben való jelenlétét érzékeltessem, viszont egy igazi olasz világsztár eljött, a Dácsa Maraini eljött az estre, hogy Szabó Magdát miatt, a Szabó Magdáról beszéljen. De ö, ott volt egy Nagyja Terranova nevű ö, ö, fiatal írónő, akkor még fiatal írónő volt, ma már az egyik legnagyobb sztárja a kortárs alasztirodalomnak. Úgyhogy ö, igen, például Szabó Magda, a, meg tudott szólítani, vagy oda tudott, ö, olyan figyelmet tudott generálni, amire ilyen, 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 ilyen neveket is ö, meg tudtunk szólítani hogyan, az Akadémián. Hogyan születik meg egy. Ö... Egy évad programja. Tehát a munkatársaiddal összeültél, vagy hogyan született meg. És mindenki hozott ötleteket. Nyilván voltak, mondjuk így, talán nem jó kifejezés, de fix programok, tehát október 23, stb. stb. De mindenki hozott ötleteket, és akkor megvitattátok, és döntöttetek, vagy hogyan kell a a, elképzelni ez a tervezési fázist, mondjuk egy ilyen kulturális intézetben, egy kül, külföldi magyar intézetben? Már nagyon kevesen vagyunk ahhoz képest, ahogy, ahogyan valaha működött, még nem is olyan nagyon régen az akadémia, ugye jelen állapotában ugye ketten voltunk magyar országról úgynevezett főkiküldöttek, tehát kulturális diplomaták, egy atasi és én vezetőként valaha nem is olyan régen volt külön tudományos igazgató, tudományos titkár, művészeti titkár, külön könyvtárosok, tehát egy, egy, sokkal, egy sokkal, artikuláltabb rendszer működött, és ugye voltak, aztán voltak a, a, az irodán titkárságon dolgozók, persze a gondnokok, egyéb kollégánk, tehát néhány évvel ezelőtt még egy sokkal nagyobb közösség működtette, akár, a, akár konceptuálisan az intézetet. Azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen rám egyedül vált ez a feladat, hogy kitaláljam az akadémiát. Persze jöttek, ugye Róma az egy nagyon vonzó hely, 90 éve része az olasz-magyar és kapcsolatoknak, tehát hál' Istennek rengeteg ötlet, rengeteg megkerelés is, aján, felajánlás, ajánlkozás érkezik. Egyrészt ezek között is lehetett bőven ö, válogatni. Ö, Másrészt pedig én úgy próbáltam a magam pozícióját, meg a magam dolgát meghatározni, hogy én megpróbáltam valahogyan kitalálni azt, hogy ö, tényleg mi lehet, a, mi lehet izgalmas, érvényes a magyar kultúrából. Megpróbáltam, hogy tetszik, tematikákat, vagy ilyen vezérfonalakat, motivumokat beazonosítani, és azok mentén haladni azokra, építeni, mint vázra a programot, és egyébként pedig, mint egy ilyen igazi közösségi tér lehetőség szerint, akinek csak tudtunk uh, helyet biztosítani, lehetőséget biztosítani. Egyébként akár a találkozásokra is, tehát nagyon fontosnak gondoltam azt, hogy ne csak egy ilyen passzív, a uh, magyar kultúrát megmutató kirakat legyünk, hanem inkább egy, 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 egy ajtó vagy egy ablak, amin van átjárás a két kultúra között. Ez, ez kapcsolatban van azzal a számomra nagyon szimpatikus elgondolásoddal, vagy, vagy, egy mondatoddal, hogy azt mondtad, hogy semmiféle értékítélet az, amit most mondani fogok, de régebben úgy tűnt az akadémia, mint egy nagyon jó szituált és egy nagyon művelt, kedves öreg úr, egy társalgó, egy nagyon jó, nagyon kellemes társalgó, egy több nyelven beszélő társalgó öreg úr. Ez dicséretre méltó, de újítani, fiatalítani kell, és kinyitottátok a, az akadémiának a kapuját minden szempontból? Igen, körülbelül ezt, ezt próbáltuk meg, ezt a váltást megtenni, tehát tényleg egy ilyen gentleman, megpróbáltuk megfiatalítani, és egy... Mennyire eh, dolgoztatok, eh, mennyire dolgozik együtt az akadémia, a magyar, azt mondtad az előbb, hogy a, vagy azt említetted, hogy a kulturális kapcsolatok, hál' Istennek, eh, nagyon jók, van eh, egészen komoly számú eh, magyar-olasz kulturális egyesület eh, Nápolytól egészen eh, Triestig. Ezekkel az egyesületekkel mennyire eh, lehet eh, együtt dolgozni, mennyire eh, tudott az akadémia egy, együtt dolgozni? Remekül lehetett együtt dolgozni, tényleg szomjazzák, várják azt, hogy Magyarország odafigyeljen rájuk, és rettenetesen nagyra értékelik azt, hogyha csak egészen pici gesztusokkal is, de a magyar állam, a magyar kulturális diplomácia eh, észreveszi a munkájukat és segíti a munkájukat. Tehát sajnos a, a lehetőségeink azok korlátozottak voltak, úgyhogy messze az adódó eh, lehetőségek alatt tudtunk együtt dolgozni, de egy-egy fontos kisebb vagy kisebb nagyobb gesztussal vagy egy-egy programmal lehetőség szerint mindenkivel, mindenkivel dolgoztuk, tényleg Triesztől Nápai Volt olyan program, amit nagyon szerettél volna, de ilyen vagy olyan okokból kifolyólag nem valósult meg? Fú, persze sok. <laughs> Azt említetted az előbb, az előbbiekben már szó volt arról, hogy különleges helye van Rómának nagyon sok szempontból a kultúra, az, az olasz kultúrában, az olasz történelemben. Azt hiszem, de be kell, hogy valljam, hogy nem voltak megbízható információim, tehát hogy föllapoztam a vonatkozó könyveket, hogy a 60-as években a kortárs művészet szempontjából Róma egy fantasztikus hely volt, ugye volt ez a híres szkola Romana, illetve a, 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 a Kunelis féle iskola. Most jelenleg a, a, hova tennéd Rómát az olasz a, a kortárs művészet palettáján? Milánóhoz, vagy Torinohoz képest, Bolonyához képest, vagy Nápolyhoz, vagy képest. képest. Hát, de tényleg minden tisztelettel viseltetve a római barátaim iránt, ők a legnagyobb kritikusai saját maguknak, meg a saját városainak. Azt kell, hogy mondjam, hogy Róma, az finoman szólva nem a, a kortás kultúrának a, az él, élharcosa jelen pillanatban, még Olaszországban sem, nem hogy, nem, hogy nem nemzetközi összehasonlításban. Sajnos a való, vagy nyilván ennek rengeteg oka van, biztos, hogy belejátszik a, a, belejátszik a kolasz belső társadalmi folyamatok, az, hogy Róma egy hivatalnok város igazából, biztos, hogy belejátszik az, hogy, hogy iszonyat mennyiségű turista, járja, és hogy a turisták kikényszerítenek Rómából valamiféle arcolatot, amit ők ugye látni akarnak és az éppen nem a, nem a kortás Róma, uh, hanem a, ugye mindenki azért akar Rómába menni, mint hogy Velencébe, és azért akar menni, hogy egy ilyen, hagyom, egy ilyen tradicionális élményt meg tudjon élni. Uh, mindenki a koloszeumhoz, meg a Trévi meg a, meg a Vatikánhoz rohan, és mondjuk a, a Maxihoz már kevesebben uh, jutnak el. Uh, ugyanakkor azért egy nagyvárosról van szó, hárommilliós városról van szó, sok minden elfér benne, sokfajta közösség éli ott az életét, és e, ha nem is a, az általunk turisták által, külföldiek által ismert Rómában, a belvárosban, hanem inkább a, a perifériákon nagyon, vannak nagyon izgalmas e, kortás törekvések is, amik, amikből én is so, sokat tanultam, meg inspirálódtam, meg, meg kerestem azért velük a kapcsolatot, hiszen a hiszen ha a mai Rómával akarunk mi, Magyar Akadémiaként uh, kommunikálni, akkor, akkor, akkor hozzájuk is el kellett jutnunk, vagy ezzel a világgal is kellett tartanunk a kapcsolatot. Um, de mondjuk kortás kultúra szempontjából, például szerintem Nápoly egy sokkal, sokkal izgalmasabb, sokkal pesgőbb város ma, mint Róma. A perifériát említetted, erről pedig az jutott eszembe, hogy rákérdezek, meg, meg láttuk az előbb a Campo de Fiorit, hogy nagyon közel áll hozzád Pazolini. Lefordítottad ugye több, több munkáját, több tanulmányt írtál róla, angolul, olaszul, magyarul. Az igazgatóságod évei alatt mennyit tudtál Pazolinivel foglalkozni? így professzionálisan, tehát akadémikusan semmit. Persze ott volt, volt, volt is olyan történet, az inspiráció, megszólalt. inspiráció szintjén gondolom. Tehát, Igen, hogy... meg ugye az a tudás, amit a, ezekből a művek, hiába ugye ő már több mint 40 éve halott, lassan 50 éve, de a 70 60-as, 70-es évek Olaszországáról írott munkái mind a mai napig abszolút aktuálisak, sok, nagyon sok tekintetben, sőt egyáltalán a az új kapitalizmus, a fogyasztói kultúra, a fogyasztói társadalom általán megfogalmazott nagyon éles, látó, látó kritikája akár a magyar társadalomra, vagy a mi magyar valóságunkra és nagyon érdekes tanúságokat szolgáltat. Úgyhogy ez a fajta tudás, amit tőle tanultam, ez, ez mindenképpen hasznos volt ahhoz, hogy megértsem azt a közeget, amiben, amiben manőverezni kellett. És hát tényleg voltak is olyan szituációk, amikor egészen konkrétan foglalkoztunk is vele. Persze igyekeztem, arra nagyon figyeltem, hogy ne az legyen, hogy az én ilyen személyes mániáim nagyon rám nyomják a bélyegüket az akadémia működésére, de amikor jött mondjuk egy olyan ajánlat, hogy az akadémián ki tudjuk állítani a média című film forgatásán készült fotókat Mária Kállászról, amit még. Olasz ember nem látott a fotóson, meg azon műgyűjtőn kívül, aki, aki megvette ezt az anyagot, és gyakorlatilag egy fotósorozattal meséljük el a média történetet, úgyhogy mellé magyar kortás, fiatal magyar fotográfus nőknek a kortás média értelmezéseit társítsuk. Így ilyen módon például előjött Pazurin is. Most már két rövid kérdésem, és egy megint egy játék vár rád az egyik, hogy ö, ö, hogyan tudtál súlyozni, hogyan lehetett súlyozni ebben az ö, hatalmas kulturális ö, ö, kínálatban, egyrészt amit ö, az akadémia összeállított, illetve amit, ö, amit te mint ö, igazgató hát ö, amiről ö, információt és meghívást kaptál, ez lenne az egyik ö, kérdésem. A másik pedig ö, azt meg utána, vagy... Ahogy mondtam, megpróbáltam kitalálni, hogy mi lehetnek azok a momentumok, azok a motivumok, amik tényleg érdemben tudnak működni az olasz közönségben, fel tudják hívni a figyelmet a magyar kultúra bizonyos szegmensére, amiránt van valamiféle érzékenysége, figyelme az olasz társadalomnak, a kultúra iránt érdeklődő olaszoknak. Ez alapján próbáltam tulajdonképpen válogatni, mondjuk ilyen voltam, Uh, mondjuk, ha a képzőművészetet nézzük, akkor uh, nem véletlenül. Aztán ez mostanra éredbe, tulajdonképpen az utolsó heteire az én mandátumomra, de uh, van most Rómában egy Moholi nagy kiállítás. Moholi nagy és a magyar fény, fényművészet és a fotográfia az egy nagyon erős brand. Nyilván azok között, akik a művészet történettel behatóbban foglalkoznak. Azt tapasztaltam, hogy ő volt igazából az, az egyedüli magyar név, aki Akit szélesebb körben ismertek, és akkor pont ezért az ő múltjára, illetve az ő kapcsán a magyar fényművészet kortás alkotóira, eredményeire például lehetett remekül, remekül építeni. Az irodalomban is megvannak ezek a brendek. Maga a magyar irodalom egyébként a kelet-európai irodalmak közül a legfordítottabb, leginkább artikuláltabban, tehát legsokszínűbben megjelenni nem az, hogy egy-egy szerző, vagy egy-egy tematika jelenik meg, hanem tényleg nagyon sokféle uh, hang él, a, vagy megjelenik a magyar irodalomból Olaszországban, tehát az irodalom az megint egy egy fontos uh, elem volt, a klasszikus zene, ugye, főleg Rómában, liszt az, az egy evidencia, tényleg az egy stereotípiaként működő tudás magyar, a magyar zenével kapcsolatban. Úgyhogy ilyen, uh, ilyen, tudásokat próbáltam meg működtetni, illetve árnyolni, tovább építeni. Ez az utolsó kérdésem, de most már Debrecen város teréhez fordulok, aki a kultúráért fel. 2015-ben, nem tudom, emlékszel -e, egy nagyon különleges helyen, a Víztoronyban csináltunk egy, a, egy Andi egy konferenciát, azt szeretném megkérdezni a polgármester úrtól, hogy két, év múlva ünnepeljük Pazoléni születését, századik év, születésének századik évfordulóját. gondolkozol le már egy centenáriumi kiállításban, konferenciában? Megmondom őszintén, most a gondolataimat leginkább az foglalja le, hogy Debrecent próbálom megérteni, és Debrecent próbálom tényleg újra gondolni, és e, e, hát az túl, túl e, nagy szó lenne, de, hogy újra fogalmazni magamban mindenképpen. Úgyhogy most először a Debrecen kitalálása a, a legfontosabb célom, és azt e, annak a megfejtése, hogy e, e, hogyan tud ma akár a saját e, lakosai számára, akár a külvilág számára e, érvényes Izgalmas, releváns hely lenni Debrecen és a Debreceni kultúra, hogy két év múlva Pazolini eszembe jut ez. De nyug nyugtass meg a, az olaszosokat, hogy Debrecen, ha jól tudom, idén Rómában mutatkozott be, jövőre jön Milánó, de hogy nem, nem feledkezel meg az olaszosokról. Természetesen nem feledkezel meg róla, nyilván arányokat tartva. És, persze. Uh, persze. Uh, igen. Uh, és szeretnélek, uh, a, az idő lassan-lassan uh, végéhez közeledik egy uh, zárójátékra uh, invitálni. Ez a vagy-vagy játék. Tehát uh, szeretnék, azt mondjuk, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét vagy-vagy kérdés. Vagy-vagy. káfe -vagy. normale vagy caffè ristretto? Ristretto. Amatriciana vagy carbonara? Húha, ma álmát ricsálna, holnap kárban erre. Maritozzo vagy cornetto alla crema? Maritozzo. Supli vagy focaccia? Supli. Ostia vagy fergene? Uh, oké, okay. ostia. Sordi vagy gasman? Húha. Uh, gasman. István jól érzékelte egyébként, hogy uh, és jelezte is, ezt csak azért mondom, hogy bizonyos kérdéseket saját magamnak teszek föl. Ez az utolsó kérdés, ezt tulajdonképpen saját magamnak kell, hogy kellene, hogy föltegyem. Ájsz vagy Láció? <laughs> Nem foglak megsérteni, úgyhogy hogy <laughs> István, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy beszélgethetünk. Nagyon jó volt fel uh, a közös uh, dolgokat. Uh, izgalmas volt uh, Olaszországról, az olasz-magyar kapcsolatokról beszélni. És uh, szeretném megkérdezni most így a vége felé a közönséget, hogy uh, esetleg uh, az alpolgármester úr uh, irányában egy-két kérdés, három-négy uh, az olasz-magyar kapcsolatokról, vagy az ő munkásságáról, én úgy is, mint érintett, mint volt Római Magyar Akadémia szereplő, kérdezem, hogy ki volt az a, vagy kik voltak azok az olasz kapcsolatait, akik ezzel a három év alatt a legfontosabbak voltak, tehát kultú, bármilyen értelemben, kulturálisan, történetileg, uh -huh. személyesen, akikkel úgy találkoztál ott, mint igazgató, és akik neked ott újat hoztak, és érdekeset hoztak a, akár az olasz-magyar viszonylatban, vagy egyszerűen csak, mint mint jelentős figurák. Mondjál ilyet, mondjuk kettőt. Olaszokat? olaszokat, Nem, olaszokat. Hát mindenképpen az első név Antonella Cilento, egy remek nápo írónő. Neki köszönhetően számos, nagyon fontos helyen tudott megjelenni a magyar irodalom. Ön az mellett, hogy írónő egy nagyon népszerű irodalmi szalon jellegű program programsorozatot is vissza, az a neve, hogy Stráne Coppie, különös párok. Talán a budapesti juhászanna világhoz lehet hasonlítani azt, amit ő csinál, csak ő ország mozog, és egyébként tényleg egy remek írón, és sajnos magyarul nincs tőle semmi egyelőre lefordítva. Ő mindenképpen egy, mindenképpen egy nagy találkozás volt. Ha még egy név, akkor, és tényleg akik, akinek sokat köszönhetek, van egy Claudio Guerrieri nevű srác, aki pedig éppen ilyen új média művészetben, fényművészetben utazó, fontos szervező, akinek köszönhetően nagyon jó lehetőséget kaptunk, lehetőségeket kaptunk Rómában, hogy, a, hogy tényleg a kortás művészetnek a, ezt az ágát meg tudjuk mutatni. Köszönöm szépen. Ha nincsenek kérdések, nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen még egyszer. Én köszönöm a kérdéseket, és én köszönöm a figyelmet.